Elkezdődtek a földárverések. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 6 tételre lehetett licitálni a nyilvános árverés első napján. Digitális Magyarország. 6000 informatikai eszközre, notebookokra és tabletekre lehet pályázni a nyíregyházi járásban, jelentette be az infokommunikációért felelős helyettes államtitkár. Készülnek az új tanévre. 10 területen 19 alapképzés indul a nyíregyházi főiskolán a 2016-17-es tanévben. Műszaki területen pedig egy új szakot, a járműmérnöki képzést is lehet majd választani. Országszerte megkezdődött az állami földek árverése. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 6 tételre lehetett licitálni a nyilvános árverés első napján. Országosan közel 400 ezer hektár szántóföldet értékesítenek, a megyében ez 165 külön helyrajzi számú terület. Jelenleg összesen 5,5 millió hektár szántóföld terület van Magyarországon, ennek közel 6%-ára, megközelítőleg 350-400 ezer hektárra lehet licitálni. A földet a gazdáknak programban közölte korábban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal kormány megbízottja. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 165 külön helyrajzi számú szántóföld szerepel a licitálható területek listáján. Vásárolni csak földműveléssel foglalkozó magyar állampolgárok tudnak, akiknek a lakóhelyük vagy mezőgazdasági üzemközpontuk az eladásra kínált terület 20 kilométeres körzetében található. Egy gazdának a vásárlás után összesen legfeljebb 300 hektár föld területe lehet. A licitálás minden esetben nyilvános. Nyíregyházán az elsőt november 16-án tartották, első körben 6 tételre lehetett licitálni. Az érvényes ajánlattételhez előzetes regisztráció szükséges, amit aznap a helyszínen készpénzben kell kifizetni az érdeklődőknek, ez licitálási naponként 30 ezer forint. Az árverésen résztvevőknek biztosítékot is kell fizetni, ez garantálja, hogy csak komoly érdeklődők vehessenek részt a licitálásokon. A földek kikiáltási ára minden esetben a forgalmi érték plusz annak a 10%-a. Aki végül megnyeri a földet, annak beszámítják az előlegét, a többieknek 8 napon belül visszautalják a pénzt. A licitáláshoz szükséges földművelési igazolvány, valamint jogi képviselet is, elővásárlási joga van a jelenlegi haszonbérlőnek, a helyben lakó szomszédnak és földművesnek. Az állami földek eladása ellen két ellenzéki párt is tiltakozott a licitálások helyszínén. A Lehet más a politika megyei területi szervezetének elnöke sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, elutasítják az új földbirtokos osztály kinevelését és a földek állami tulajdonban tartását, valamint egy kistermelőket segítő bérleti rendszer kialakítását javasolják. A Jobbik Magyarországért mozgalom országos alelnöke pedig kijelentette, a külföldi tulajdonszerzés és a nagybirtokosok hatalmának növekedése miatt jogi lépéseket kívánnak tenni, amivel a céljuk, hogy az eredeti állapotokat helyreállítsák, azaz az állami földek állami tulajdonban maradjanak. A megye több településén, Nyíregyházán is gyűjti a Fidesz az aláírásokat a menekültek betelepítésére vonatkozó kvóta ellen. Szombaton a megyeszékhely piaszcsarnoka előtti aláírásgyűjtő standnál Petneházi Attila országgyűlési képviselő azt hangsúlyozta, az emberek széleskörű összefogással mondanak nemet a betelepítésre, felismerték ugyanis, hogy nem lehetséges az integráció. Itt Nyíregyházán már egy héttel ezelőtt szombaton az aláírás gyűjtés első napján megmutatkozott, hogy az emberek széles körűen mondanak nemet a kvótákra. Szerintem ez a legfontosabb. Egyre jobban látszik, hogy a magyar emberek azt kívánják, hogy a saját sorsukról ők dönthessenek. Nem szeretnék azt, hogy bevándorlókat telepítsenek, hozzanak vissza Magyarországra. Nem szeretnék azt, hogy ellenőrizetlenül, számolatlanul jöjjenek Európába migránsok. 6000 informatikai eszközre, notebookokra és tabletekre lehet pályázni a nyíregyházi járásban, jelentette be az infokommunikációért felelős helyettes államtitkár a megyeszékhelyen. Solymár Károly Balázs kiemelte, a pályázatban 15 települést határoztak meg, ám nem mindenki pályázhat az eszközök térítésmentes és határozatlan idejű használatára. Kiemelt célcsoportba tartoznak többek között a nagycsaládosok, a gyermeküket egyedülnevelő szülők és az aktív idősek.
A kormány kiemelt célja, hogy az Európai Unió által előírt 2020-as határidőnél 2 évvel korábban már 2018-ra minden magyar háztartásban elérhetővé váljon a szupergyors internetszolgáltatás, emlékeztetett az infokommunikációért felelős helyettes államtitkár Nyíregyházán. Solymár Károly Balázs hangsúlyozta, ezért is indult el a Digitális Magyarország elnevezésű program, amelynek első kiemelt állomása a Szabolcsi megyeszékhely. Itt illetve a nyíregyházi járás több nyíregyházával együtt összesen 15 településén pályázhatnak majd a lakosok informatikai eszközökre. 5000 notebookra nyújthatnak be pályázatot, valamint 1000 tabletre a Nyíregyházán, valamint a járásban lakók. Ezek a notebookok, illetve a tabletek képesek lesznek mind arra, hogy aki kezdő szinten, de megfelelő minőségben akarja használni ezeket az informatikai eszközöket, az elboldoguljon velük, tehát könnyű lesz használni. Strapabíróak lesznek, tehát több évig lesznek alkalmasak a használatra, és nyilván mindazon alkalmazások rajta lesznek irodai alkalmazások, amelyek akár a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez szükségesek. Nyíregyháza úgynevezett digitális városként fejleszthet, tette hozzá a megyeszékhely polgármestere. Kovács Ferenc hangsúlyozta, ezért is nyitott meg a Digitális Nyíregyháza programiroda, ahol többek között a pályázati lehetőségekről is tájékozódhatnak, és már pályázhatnak is az érdeklődők. Az iroda munkahelyteremtő funkcióval is bír, hiszen 12-en dolgoznak itt. A digitális város mintaprojekt helyszíne Nyíregyháza, ami évelején kezdődött, ennek nagyon örültünk, nem csak azért, mert ez egy 1,7 milliárdos beruházást is jelent a városunkban, és érinti a járást is, hanem azért, mert ez a mai korban már elengedhetetlen, és ez a program lehetőséget ad arra, hogy ezen a területeken akár évtizedes lemaradást is egy-két év alatt pótoljunk. Az informatikai eszközökre már lehet pályázni egészen december 30-áig. Kiemelt célcsoportba tartoznak többek között a nagycsaládosok, a gyermeküket egyedülnevelő szülők és az aktív idősek. Az eszközök mellett pedig oktatást is kapnak a sikeres pályázók, így növelik a digitális kompetenciát és készségeket a nyíregyházi járásban. 10 területen 19 alapképzés indul a Nyíregyházi Főiskolán a 2016-17-es tanévben. Műszaki területen pedig egy új szakot, a járműmérnöki képzést is választhatják majd a leendő hallgatók. Az intézmény vezetése ma tartotta felvételi kampányának sajtótájékoztatóját, ahol elhangzott, jövőre egyetemként működhet az intézmény, ami új lehetőségeket hozhat az oktatásban. A duális képzés megerősítésére pedig 14 nagyvállalattal írtak alá szerződést. A 2016-17-es tanévben a hallgatók már egyetemre járhatnak, ugyanis a Nyíregyházi Főiskola alkalmazott tudományok egyetemi rangjára emelkedhet jövő januárban. Erről Onder Csaba, az intézmény rektorjelöltje szólt a felvételi kampány sajtótájékoztatóján. Az intézmény vezetése szerint a képzéseket, a kutatási fejlesztési irányokat a gazdasági és piaci igényekhez szeretnék alakítani a jövőben, ugyanis a piacképes diploma teheti vonzóvá a jelentkezők számára a Nyíregyházi Felsőoktatási Intézményt. Számunkra 2016-ban a duális képzések lesznek azok a képzések, amelytől azt reméljük, hogy sokkal több hallgatót tudunk felvenni. A duális képzés egy gyakorlatorientált, külső vállalati partnerekkel folytatott képzés, ahol ha úgy tetszik az elméleti részt a Nyíregyházi Egyetem adja, a gyakorlati részt akár a gazdálkodási területeken, akár a mérnökképzésen a külső vállalati partnerek. Ma 14 vállalattal, céggel kötött együttműködési szerződést a felsőoktatási intézmény a duális képzésre. A cégek számára is fontos, hogy megfelelő végzettségű és gyakorlattal rendelkező diplomásokat találjanak. Műszaki, logisztikai területen, a gazdálkodás menedzsment és az agrárképzésben is bevezetik a gyakorlatcentrikus duális képzést. Egyre több vállalat jelzi számunkra ezt az igényt, hogy szeretnének fogadni duálisos hallgatót, és mi szeretnénk ennek az igénynek megfelelni. A gépészmérnök képzéshez újabb 5 vállalat csatlakozik ebben az időszakban, illetve 2 új szakon, a közlekedésmérnök szakon, illetve a mezőgazdaság és élelmiszeripari gépészmérnök szakon indul el újra a duális képzés jövő év szeptemberétől.
A duális képzésben nem csak szaktudást, munkatapasztalatot szerezhetnek a hallgatók, de a tanulói jogviszony mellett munkavállalói jogviszonyba is kerülnek, és a cégektől fizetést is kapnak. Ezzel a szakember elvándorlást szeretnék meggátolni. Onder Csaba arról is szólt, hogy a fő profilban, azaz a pedagógus képzésben az intézmény vissza szeretné nyerni régi tekintélyét. Osztatlan tanárképzésben 42 szakpárból választhatnak majd a felvételizők, a következő tanévben pedig utoljára a bolonyai rendszerben 13 mesterképzési szakképzettség között találhatnak számukra megfelelőt a jelentkezők. A 2016-17-es tanévben 10 képzési területen 19 alapképzési szakot indítanak, egyre nehezebb a felsőoktatásba bekerülni, de a pontrendszer marad a régi. 2015. december 20-án megjelenik a hivatalos felvételi tájékoztató, 2016. január 19-én a Nyíregyházi Intézmény nyílt napot tart, ahol bővebben lehet tájékozódni a képzési területekről. Idén 10. alkalommal osztotta ki a Prima díjakat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szervezete. A díjjal a kiemelkedő munkát végző szakembereket ismerik el. A díjazottakat hamarosan láthatják, előtte nézzük a híradó további témáit. Mintegy 80 millió forintból újult meg az Ófehértói Akácliget vendégház, amihez 35 millió forintos Európai Uniós és hazai támogatást kaptak a tulajdonosok. A beruházás nagyban segíti majd az ófehértói turisztika fellendülését, eddig ugyanis nem volt ehhez hasonló szálláshely a településen. Hazai pályán szenvedett vereséget a Malsó Nyíregyháza. A férfi kosárlabda bajnokság 8. fordulójában lejátszott mérkőzésen Sitko Ernő együttese a Kecskemétet fogadta, és a vendégek 76-61-es győzelemmel távoztak a Bemiskola csarnokából. Idén 10. alkalommal osztotta ki a Prima díjakat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szervezete. A díjjal a kiemelkedő munkát végző szakembereket ismerik el. A zsűri ezúttal is 10 kategóriából választott olyan szakemberek közül, akik a saját területükön kimagasló eredményeket értek el. A Kantémus kórus műsorával kezdődött az idei Prima Gála a Megyeházán. Az eseményen először az év vállalkozóinak osztották ki az elismeréseket, díjazták az év tűzvédelmi oktatóvállalkozását, textilipari cégét, az év hentesét, házi orvosát, szállodáját és az év gépgyártó vállalatát is. A hagyományoknak megfelelően 10 kategóriában, mind a 10 kategóriában állítottunk jelöltet. Minden kategóriában volt több jelöltünk, ebből elég nehéz volt kiválasztani azt a tizet, aki bekerül. Ezek közül választottunk aztán az előírásoknak megfelelően 3 Prima díjast, és egy kategóriában pedig külön díjat adunk ki. A város is támogatja rendezvényt azzal, hogy kiad egy Nyíregyháza-város külön díját, illetve a megyei önkormányzat szintén egy külön díjat ad ki. Az idei évi megyei Prima díjakat a magyar oktatás és köznevelés kategóriában Feketéni Kunildikó, Nívó és Tehetségekért díjas balettmester, magyar képzőművészet kategóriában Kerekes Elek Győző festőművész, és a magyar színház és filmművészet kategóriában Pregicer Fruzsina, Jászai Mari díjas színművész vehette át. Nagyon köszönöm köszönöm mindenkitől, aki gondolt rám. És ahogy az utcán megállítanak az emberek, a kukástól, a gyógyszerésztől, a Kölcsei televízióig. Ez mind, ahogy Radnóti mondja, hogy lepke kezeddel incs felém, hogy jól van így, hogy te tudod, hogy nem hiába élek én. A gálán elhangzott, az elmúlt 10 év alatt a megye egyik legrangosabb eseményévé nőtte ki magát ez a rendezvény. Elmondhatjuk a 10. jubileumi gálán, hogy ez az esemény egy valóban rangos és színvonalas, a megye talán egész társadalmát megmozgató eseményé nőtte ki magát. Mindenki jól érzi magát, aki esetleg nem is lett Prima, annak is egy nagyon szép estét szerzett ilyen módon a Bossa Vállalkozók Szövetsége. És arra is példa ez, hogy hogyan tudják a vállalkozók, akik valójában az egész gazdasági szerkezetet viszik, valamiféleképpen kifejezni a hálájukat, elismerésüket a közösségért végzett munkáért, tanároknak, tudósoknak, művészeknek. Valóban egy nagyon szép esemény minden évben, és már várt esemény számukra is a megyeházán, és talán szélesebb közösség számára is.
A gálán külön díjakat is kiosztottak, magyar tudomány kategóriában dr. Hajnal Béla kapott külön díjat, Nyíregyháza díjazottja Tamás Attila, a megye díjazottja pedig dr. Ratkó Lujza lett. Mintegy 80 millió forintból újult meg az Ófehértói Akácliget vendégház, amihez 35 millió forintos európai uniós és hazai támogatást kaptak a tulajdonosok. A beruházás nagyban segíti majd az ófehértói turisztika fellendülését, eddig ugyanis nem volt ehhez hasonló szálláshely a településen. Május közepén nyertek forrást a tulajdonosok ennek az ófehértói vendégháznak a felújítására, így a nyári időszakban 3 hónap alatt valósították meg a közel 80 millió forintos beruházást. Ehhez 35 millió forintos európai uniós és hazai támogatást kaptak. A vendégházban 7 szobát és egy külön termet is kialakítottak. Az egész terület az 5 hektár maga területileg. Ez 3 épületből áll, van a főépület, amit most újítottunk föl, van azon kívül 2 másik épület, van egy, úgy mi úgy nevezzük, hogy borozó, ahol egy nagyon szép kemencénk van építve, de az is vendégfogadásra alkalmas, de inkább nyári szezonban. Azon kívül van egy nagy istálunk, van egy kőházunk, ahol szintén mindenféle vendégeket tudunk elszállásolni. Egy olyan 10-15 fő. Maga a főépület, az pedig 700 négyzetméter összealapterületünk. Az átadó ünnepségen Ófehértó polgármestere megköszönte a tulajdonosoknak, hogy itt helyben valósították meg ezt a beruházást, ami hozzájárul a turizmus fejlődéséhez. Sajnos turisztikai szempontból nem igazán állt eddig jó Ófehértó. Gyakorlatilag korábbi tervek valósultak meg ezzel, hiszen úgy gondoltuk, hogy akár a vallási turizmus, akár más irányi turizmus szempontjából Ófehértónak is nyitnia kellene. Itt van a közösségben az M3-as autópálya, 41-es főút, és azt gondolom, hogy a mai átadás ünnepséggel mégis ezen az úton is el tudunk, tehát a turisztika területen is el tudunk indulni. Azt gondolom, hogy ennek azért lesz folytatása. Reméljük, hogy minden olyan dolgot meg tudunk valósítani turisztikai szempontból, amit a település elképzelt. Az Ófehértói vendégházban a szabadidős tevékenységekre nagy hangsúlyt fektetnek, jelenleg lovas programokat szerveznek, a későbbiekben kézműves tábort szeretnének indítani, de erdei iskolaként is üzemelhet a jövőben a szálláshely. Hazai pályán szenvedett vereséget a Marsó-Nyíregyháza. A férfi kosárlabda bajnokság 8. fordulójában lejátszott mérkőzésen Sitko Ernő együttese a Kecskemétet fogadta, és a vendégek 76-61-es győzelemmel távoztak a Bemiskola csarnokából. A nyíregyháziak jelenleg a 11. helyet foglalják el a 14 csapatot számláló mezőnyben. Jól kezdték a mérkőzést a hazaiak, az első negyedet 5 ponttal nyerték Lekliék. A második 10 perc 3 ponttal a vendégek élet, de Sitko Ernő együttese így is vezetéssel vonulhatott a nagy szünetre. A fordulás után a szezonban nem először teljesen szétesett a nyíregyháziak játéka, mindössze 8 pontra volt képes a házigazda, miközben a Kecskemét 10-zel többet szerzett, és ezzel gyakorlatilag el is döntötte a mérkőzést a vendégcsapat. A negyedik negyedben tovább nőtt a különbség, végül a Kecskemét 15 pontos sikerrel zárta a találkozót. Őrület, hogy egy olyan első fél idő után, amikor fölényesen tudunk vezetni, és teljesen jól működik minden, miért nem működik a második fél időben. De azért ezek a problémák már az első fél időben is elkezdődtek, amikor 10 pont fölött vezettünk, vagy 10 pont körüli előnyünk volt, hagytuk őket visszajönni. Az utolsó támadásról pedig azt hiszem nem is kell beszélni. 11 másodperc van hátra, fejjel előre neki megyünk az ellenfélnek, egy 5 pontos vezetésnél. Ahelyett, hogy mi vezetnénk 7-tel, kapunk vissza egy 3-ast és 2 pont az előny. Elképesztő hibákat követünk el, és a második fél idő elején a 34-ben teljesen fejetlenül támadtunk sajnos. A korábban játékosként nyíregyházi mezben is szereplő Boris Markovics szerint is a 3. negyed volt a döntő a mérkőzésen. Első fél idő után nem gondoltam úgy, de mikor kezdődik 3. negyed, bocsánat, egy meccsen 3. negyed is legfontosabb, akkor nagyon jól játszottunk videkézzel, és Nyíregyháza csak, ahogy látom statisztikából, bedobta 8 pont, amit volt kulcs pillanat, és akkor mi sikerültünk fordítani meccs a mi előnybe.
A forduló további eredményei: Szombathely-Kaposvár 70-66, Szeged-Mavc 95-74, Atomerőműese Jászberény 85-72, Szolnok-Pécs 89-46, Sopron-Alba-Fehérvár 79-80 és Zalaegerszeg-Körmend 88-75. A tabella élén a Szombathely áll 7 győzelemmel, megelőzve 4-6-2-es mutatóval rendelkező csapatot, az Atomerőműt, a Körmendet, az Alba-Fehérvárt és a Szolnokot. A Marsó-Nyíregyháza 2 győzelemmel és 6 vereséggel a 11. helyen várja a következő körben esedékes Jászberényi fellépését. Mindkét megyebeli csapat döntetlent játszott a labdarúgó NB 3-16. Fordulójában. A Nyíregyháza Spartakusz hazai pályán 2-2-re végzett a Kazincbarcikával, a Nyírbátor pedig 1-1-jel zárta a Rákosmenti KSK elleni találkozót. A Spari a listavezető, a Nyírbátor pedig a sereghajtó a keleti csoportban. Híradunk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Országszerte megkezdődött az állami földek árverése. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 6 tételre lehetett licitálni a nyilvános árverés első napján. Országosan közel 400 ezer hektár szántóföldet értékesítenek, a megyében ez 165 külön helyrajzi számú terület. 6000 informatikai eszközre, notebookokra és tabletekre lehet pályázni a nyíregyházi járásban, jelentette be az infokommunikációért felelős helyettes államtitkár a megyeszékhelyen. Kiemelt célcsoportba tartoznak többek között a nagycsaládosok, a gyermeküket egyedül nevelő szülők és az aktív idősek. 10 területen 19 alapképzés indul a nyíregyházi főiskolán a 2016-17-es tanévben. Műszaki területen pedig egy új szakot, a járműmérnöki képzést is választhatják majd a leendő hallgatók. Jövőre egyetemként működhet az intézmény, ami új lehetőségeket hozhat az oktatásban. A duális képzés megerősítésére pedig 14 nagyvállalattal írtak alá szerződést. A Külcsei Televízió híradóját látták hétfőn. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket, híreinket addig is elérhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap többnyire felhős időre számíthatunk kisebb esővel. Erős nyugati áramlással egymást érő frontok vonulnak térségünk fölött, eleinte enyhe, szárazabb levegő érkezik, de kedden már nedvesebb léghullám ér el bennünket. Éjjel eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd felszakadozik, csökken a felhőzet. Éjszaka párássá válik a levegő, köd is képződhet, kisebb eső előfordulhat. A nyugati szél helyenként megélénkül, majd mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző. Reggelre általában 5 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte változóan, majd többnyire erősen felhős lesz az ég. A köd fokozatosan mindenütt feloszlik, kitisztul az idő, kisebb eső délután fordulhat elő. A délnyugati szél időnként megélénkül, délutánra 13 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. A hét közepén még többnyire napos, tavasziasan enyhe időre számíthatunk, majd a hét végén már sok lesz felettünk a felhő, és csapadékosra fordul az időjárás, az addigi enyhe időt követően több fokos lehűlés valószínű. A hét végén a hegyekben már havas eső, havazás is előfordulhat.